Párhuzamosan futott a két program, szinte egymásnak adták a kilincset az osztályok. A gimnáziumi program az régóta tart. 4 tematikát dolgoztam ki a gimnazisták számára, ami azt jelenti, hogy van nekik egy természettudományos, egy régészet, egy történet és egy néprajzi tematika. Minden esztendőben megérkezik az összes gimnáziumi osztály, ugyanazt a tematikát hallgatják, tehát hogyha valaki 4 évig jár a gimnáziumban, mint ahogy illik, akkor mind a 4-et hallja. Az idei esztendőben ez éppen Tóth Mike nagyon érinti a gimnázistákat, hiszen Tóth Mike a gimnázium tanára, és ő hozza létre azt a természetrajzi szertárt, amit van nálunk az ásványtár, hogyha gyerekkori, leánykori nevén akarom említeni. Ebbe zajlik egy előadás. A 6., 7., 8. osztályosoknak voltak korábban hasonló foglalkozások. Most ezt alsóbb évfolyamokra is kiterjesztették. Most a home office-ban, mondjam magyarul, hogy az otthoni munka alatt dolgoztattam ki, ma már van múzeumpedagógus a múzeumnak, dolgoztuk ki az elsőtől 5. osztályig lévő osztályoknak a programját. Tehát az idei esztendőtől kezdve az egész vertikumot fogjuk fogadni, hiszen az óvodás program is már lassan 20 esztendeje megy. Tehát elméletileg óvodától a gimnáziumig bezárólag minden korosztály meg tud érkezni ezek után a múzeumban. Itt is az a metodika, hogy a második osztályosok ezen a héten minden az iskolában megérkeznek. És hát nekik például a munkák a házba, ez a címe a programnak, tehát a konyhába, a kamrába és a házba bent milyen munkákat végeztek a régiek, a 18., 19. században, 20. századnak az első felén. Sok-sok évvel ezelőtt tömegével jártak osztályok, diákcsoportok múzeumba. A május, június és a szeptember mindig az iskolákról szólt. És természetesen voltak nyáron is, amikor táborokba voltak szelídőn, itt is tömegesen hozták be a gyerekeket. Ma ez szinte elmaradt. Az Erzsébet táborokkal nem tudunk versenyezni. Az Erzsébet táborokat nem a múzeumok kapják azt a pénzt, nagyon nagy pénzökkel támogatják ezeket, és mi ezek ingyenes táborok, nem tudunk versenyképesek lenni, ez az ingyenessége. Az általános iskolások egész tanévben jönnek majd a múzeumba. Minden hónapra esik egy-egy foglalkozás.